Mennyire vagytok elégedettek azzal, hogy egy-egyel távoztok a Vasas otthonából? Nyilván a győzelemért jöttünk ide, de a játéképe alapján nem lehetünk csalódottak, jól játszottunk, viszont mégsem vagyunk elégedettek az egy pont miatt. Mennyire kell ápolni Zöldes Illés lelkét, miután bevette a Vasas gólját? Egy kicsit kell, de erős mentálisan, és tovább tud lépni ezen. Nem lepődtünk volna meg, akár ha Ferenci János tör így előre, akitől kaptad a gólpassz, de hogy ilyen bátran bementél két Vasas védő közé, az minek köszönhető? Most vicces leszek azért, mert ott voltak a loki drukkerek előtted? Nem, nyilván nem, de hát nekem úgymond ilyen képességeim vannak, vagy erősségem, hogy területeket jól támadom, és hát inkább ez egy egyéni képesség volt. Nekem volt egy hosszabb sérülésem combommal még egy felkészülési mérkőzésen. Volt probléma, most sikerült felépülnem, és remélem, hogy még több játék lehetőséget is fogok kapni. A játék lehetőséget nyilván a mester dönti el, hogy kinek mennyit szánt. Hát remélem, hogy fiatalokat elégben fogja még részesíteni. Azért már önmagában is nagy dolog, ha valaki mondjuk Varga József vagy Bódi Ádám párja a pályán, de ha ilyen szép gólt szerez, akkor még nagyobbat lő a sztárok idézőben, sztárok szemében? Hát nagyon sokat segítenek, öltözőben és öltözőn kívül is persze, de keményen kell dolgozni, hogy elfogadjanak, és ilyen segítőkészek legyenek, meg kell dolgozni érte. Természetesen úgy készülünk, hogy kötelező a feljutás. Remélem, hogy minél hamarabb fogjuk ünnepelni a csapattal, minél hamarabb el tudjuk érni ezt a célt, de mondom még egyszer, hogy nem szeretnénk több évet itt tölteni.